Sokan inkább lemondanak az örökségről, ha például egy megörökölt ingatlanon tartozás van bejegyezve, egyre gyakoribb, hogy az örökül hagyónak adósága hitele van. A törvény szerint, bár az örökös felelősséggel tartozik az elhunyt adósságait illetően is, ez azonban nem korlátlan, és az örökséget vissza is lehet utasítani. Vendégem dr. Barri Béla ügyvéd, jó estét kívánok! Nos, említést tettem arról, hogy a törvényes öröklés általános rendjét az új PTK is szabályozza, hosszú oldalakon keresztül természetesen. Erről most csak részben fogunk beszélgetni, mert ugye azokat a tapasztalati, illetve praktikus kérdéseket válogattuk össze, ami ahhoz a témához kapcsolódik, hogy hogyan lehet megörökölni tulajdonképpen az adósságot és a tartozást, vissza lehet-e utasítani azt, vagy le lehet-e arról mondani időben. De kezdjük talán azzal mégis, hogy hogyan lehet örökölni. Ennek is van egy szabályrendje. Így van. Tulajdonképpen a új polgári törvénykönyv, a 2013. évi 5-ös törvény egy teljes könyvet szent az örökség rendezésére tulajdonképpen, az örökösödésre. Itt tulajdonképpen kétféle módozata van ennek tulajdonképpen. Egyik a végrendelkezés, a másik pedig a törvényes öröklés. Ugye a végrendelkezés igazából az is egy elég hosszú és komplex témakör lenne, illetve hát a törvényes öröklés az úgy szintén. Nem tudom, hogy mégis mennyire menjünk ebbe bele, de amire kíváncsi vagyok, nagyon, nagyon szívesen tudok segíteni. Illetve amire a nézők kíváncsiak. Mondjuk arra a statisztikára mindenképpen, hogy, vagy irányra, hogy mennyien hagynak végrendeletet maguk után. Ugye van olyan nem várt, vagy váratlan halál, amikor erre még nem gondolnak, vagy fiatalon bekövetkezett halál, amikor erre nem is gondolnak az érintettek, vagy a családtagok, de vannak, akik rendelkeznek a vagyonukról. A központi statisztikai hivatal adatai szerint minden ötödik ember az, aki gondol arra nem várt eseményre, hogy esetleg a halál bekövetkezne, és erre vonatkozóan rendelkezik. Tehát egy ilyen 20%-os aránya, aki végén intézkedést tesz. Ebben az esetben ugye a végrendeletben egyértelműen nyilatkoznak arról, rendelkeznek arról, hogy a családtagok közül kire milyen vagyon mennyiség száll, viszont a másik esetben, amikor a törvényes öröklés történik, akkor lehet olyan eset, hogy az, aki megörökölt ezt az ingóságot, vagy bármilyen vagyontárgyat, nem tud arról, hogy adósággal rendelkezik, akitől örökölt, hiszen nem csak a szülőktől lehet örökölni, majd erről is beszélek, egyenesági, illetve oldalági rokonoktól is. Nyilván egyébként ez abban az esetben is előfordulhat, hogyha végintézkedés van, hiszen a végintézkedésben nem feltétlenül említi meg az örökhagyó azt, hogy milyen terhek vonatkoznak a hagyatékra. Tulajdonképpen ez leghamarabb a hagyatéki eljárásban derül ki a örökösök részére, hogy mégis a leltár szerint milyen terhek terhelik meg a hagyatékot. A törvényes örökösök sorrendje ebben az esetben lényeges. Így van, tehát tulajdonképpen ugye ez szintén a említett jogszabály, a polgári törvénykönyv szabályozza. Itt ez egy elég bonyolult, de mégis egyszerű rendszer tulajdonképpen. Mindenki tudja, vagy legalábbis nyilvánvaló, hogy első körben a örökhagyónak a gyermekei örökölnek. Itt a gyermekek egyenlő arányban, illetve hát ha és amennyiben nincsenek gyermekek, akkor egy szinttel feljebb lépve a felmenő örököl, illetve a felmenő hiányában a oldalág örököl. És ez így megy egyre feljebb, nagyszülők, dédszülők, ükszülők esetén is, tehát tulajdonképpen akár másod-harmadok a testvér is örökölhet. No, ettől szoktak igazán megijedni a családtagok, hogy tudomásukon kívül is örökölhetnek meg adósságot. Mit tehetnek? Nyilván minden esetben hagyatéki eljárás kerül lefolytatásra. Tehát tulajdonképpen a örökös, vagy a leendő örökös az értesül arról, hogy ő hagyatéki eljárásban fog részt venni, illetve hogy örökössé válhat, és ebben az esetben megteheti azt, hogy ő visszautasítja az örökséget.
De ez már csak akkor derül ki, amikor egy hagyatéki tárgyalásra kerül sor, azaz a közjegyző által szerez tudomást arról, hogy esetlegesen adósságot vagy valamilyen tartozást örökölt meg. Nagyon fontos kérdés, hogy visszautasítja az örökséget, vagy lemond az örökségről. Ez két külön kategória van, a jogszabályban. Ez két, igen, két önálló fogalom. Ugye még az örökhagyó életében, ha már úgy néz ki, hogy a élete félrecsúszott és tulajdonképpen elég nagy adósságot halmozott fel, akkor lehetősége van arra, vagy hát inkább az örökösnek van lehetősége arra, hogy az örökhagyóval egy szerződést kössön, és tulajdonképpen ezúton lemondjon a örökségről. Ha és amennyiben már hagyatéki eljárásban vagyunk, tehát itt az örökhagyó már nyilván elhunyt, ez időben egy későbbi állapot, akkor tulajdonképpen csak vissza tudja utasítani az örökséget. Mindkettőt természetesen a közjegyző jelenlétében teheti meg. Hát tulajdonképpen célszerű így van közjegyzőt igénybe venni. Nyilván tehát egy lemondást, ez egy kétoldalú megállapodás, tehát tulajdonképpen mind a két félnek szükséges a nyilatkozata hozzá. Ezt célszerű akár ügyvédet is igénybe venni, vagy ügyvédet igénybe venni ennek a elkészítésére. Most azt lehet hallani, arról lehet olvasni, hogy az utóbbi időben ez, amiről beszélgetünk, tehát, hogy tartozást, vagy banki hitelt, vagy adótartozást örökölnek meg az örökösök, gyakran előfordul az ügyvédi praxisban is találkoznak ezzel a problémával ezek szerint, vagy ezekkel az ügyesetekkel. Ugye ezek túlterhelt hagyatékok, tehát tulajdonképpen elég sok. Hát nyilván itt a mai magyar valóságban az elég sokszor kiderül, hogy igen, az örökhagyónak nem csak aktív vagyona van, hanem tulajdonképpen jelentős tartozást halmozott fel. Sajnos tulajdonképpen ezzel kapcsolatosan az örökösnek joga van ezt visszautasítani. Pont a minap fejeződött be egy hasonló, vagy ebben a témában született döntés, amely arra vonatkozott, hogy az örökhagyó egy középkorú hölgy után két gyermek örökölt volna a törvényes öröklésrendje szerint, mivel hogy nem volt végakarata. A vagyona az egy 10 millió forint értékű ingatlan volt, és ezt terhelte 30 millió forint adósság. Tulajdonképpen az egyik örökös azt mondta, hogy ő lemond az örökségről, nem lemond, bocsánat, visszautasítja, tehát már hagyatéki eljárásban, míg a másik örökös elvállalta, tulajdonképpen ő nem nyilatkozott arról, hogy tehát visszautasítaná az örökséget, így neki átadásra került a hagyaték. 2-3 hónapig nem is kereste ezzel kapcsolatosan senki, majd a pénzintézetek a teljes tartozást követelték tőle. Nagyon hosszú levelezés, majd bírósági per útján tulajdonképpen sikerült végül nem ítélettel, hanem egy megegyezéssel a hitelintézetekkel szemben a mi követelésünket, vagy a mi igazunkat érvényesíteni, és tulajdonképpen kizárólag a hagyaték erejéig felel a örökös, tehát tovább nem felelhet. Tehát a 30 millió helyett 10 millió forint értékig, túl, vagy attól többet nem lehetett így van, követelni. Még ebből ugye levonásra kerültek a temetés, illetve a közjegyzői eljárásnak a költségei. Egyébként jellemző-e az, hogy a bankok, vagy a magyar állam is, tehát hogyha adótartozásról van szó, akkor utána mennek a pénzüknek, azaz végrehajtói, behajtói szakaszba teszik, rakják? Igen, tehát egyre inkább jellemző, hogy nem hagyják annyiban, és mennek utána. Nyilván ennek megvan egy olyan értelmezése is, vagy inkább, hogy még túl is mennek rajta. Vannak olyan pénzintézetek, mint ahogy az előbb is mondtam, akik tudván azt, hogy igazából a törvény szerint csak 10 millió forintot követelhetnének, de kicsit túl is mennek, kiküldtek egy olyan megállapodás tervezetet ebbe az esetbe, hogy lépjen be abba az adósságba egy tizenvalahány oldalas szerződést, amit, hogyha ügyfelem aláír, akkor ugyanúgy kötötte volna az a banki hitelezési banki hitel, szerződés, van, igen. Amit tulajdonképpen korábban a jogelődjét kötötte. Úgyhogy figyelni kell, és nagyon fontos, igen, körül kell járni. Nyilván nem minden esetben szükséges visszautasítani
a hagyatékot, de meg kell fontolni mindenképpen. A visszautasított hagyaték az a magyar államra száll. Így van, az állam egy szükségképpeni örökös, tulajdonképpen, hogyha a törvényes öröklés rendje szerint kimerítettünk minden lehetőséget, és nincsen további örökös, akkor a magyar állam lesz az örökös. Hogyha valaki a másik oldalról közelíti meg, akkor tulajdonképpen a magyar állammal szemben érvényesítheti a követelését. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk is. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük sokan.